a konyha beszámolója, de már harmadik alkalommal készítette Viktória a beszámolóját. Meg szeretném kérdezni, hogy ki szeretnéd-e egészíteni írásbeli beszámolódat? Nem szeretném is semmi, de a kérdés van, akkor szívesen válaszol. Szeretném a bizottság tagjának felajánlani, hogy legyenek szívesek, ha van, tegyék fel kérdésüket, tegyék észrevételüket a konyha beszámolójával kapcsolatban. Igen, itt mellettem kettő olyan elpolitikát beszélt között. Bocsánat, semmi baj, köszönöm. Köszönöm szépen a beszámolót. Én nekem két dologban lenne észrevételem. Az egyik az, hogy tudom, éveken keresztül probléma volt, hogy azok a gyerekek, akik fizetik az ebédet és következő nap lebetegednek, nem tudják elvinni az ennivalót, ez megoldódott. Szeretném megkérdezni, hogy az óvodában is lehetne ilyen variáció, mert onnan is hallom vissza, hogy bizony a gyerekeknek, hogyha levonják az ebédet, nem tudják elmondani, hogy elveszik, hogy lehet-e olyat, hogy akkor ők is bemennek és elhozzák az ebédet. Én úgy tudom, hogy hatóságot nem engedélyezik a tároló konyhákról. Én azért megköszönném, hogyha utána néznél. Ennek. Köszönöm szépen, hiszen ha lebetegszik egy gyerek, akkor az anyukának lehet, hogy nincs lehetősége délelőtt, de lehet, hogy be tudna szaladni az ebédét, és meg tudna a gyereket etetni. Én köszönöm szépen. A másik, az pedig szomorúan olvastam, nem hozzád fogok szólni elsősorban, hanem alpolgármester urat szeretnénk megkérdezni, mert az Miklós urat, hogy ők itt voltak már több alkalommal, ugyan alpolgármester úr nem, de Jasper Lóránt úr mindig azt mondta nekünk, hogy olyan alsónémedin a víz, hogy nem kell ásványvizet venni, mert nagyon-nagyon finom és egészséges, picivel több vas van benne, mint a megengedett. Nem. Itt még nem fejeztem be. A felső vizet, nem a megengedett. És itt ugye Viktória azt írja nekünk, hogy több vízben is kifogásolták a vízminőségét az iskolában. Akkor most szabad a gyerekeknek meg nekünk ott írni a vizet? Vagy nem szabad? Ez a kérdés. Ez a probléma jelenleg megoldódott. Igen. És most az ANTS is itt volt egy kontrollvizsgálatot végezni. Teljesen váratlanul állított, nem is tudtunk róla. Most várjuk az eredményét. Én tudom, hogy szűrőcserével, biztításokkal ez megoldódott most. Tehát akkor ez a beszámolóban benne van, de már nem aktuális. Én leírtam, hogy azért a vízvezeték rendszernek az átkötését azt azért szeretnénk szorgalmazni. Igen, mert tényleg szerintem mindannyian abba voltunk abszolút egészséges vizet is. Szóltuk ehhez akkor adom, mert... Természetesen. Köszönöm. Köszönöm. Valóban Viktóriával közösen ezzel nagyon sokat foglalkoztunk. A probléma az nem a vezetékes vízzel volt, hanem a konyhán vett vízmintával. Ennek két oka van, egyik az, hogy egész nyáron gyakorlatilag áll az iskola, és egy meglehetősen nagy vízhálózattal rendelkezik az iskola épülete. Főleg a felső rész nagyon fel tud melegedni, hiszen nincs használva, hát ott 30-40 fok és az 5 héten keresztül. És az a víz, az gyakorlatilag ugyanaz a vízbang, ami a konyhát is ellátja. Na most ott az a víz, bizony, ott a hosszú-hosszú állásidő és a nagy meleg miatt bizony el tudnak indulni olyan baktérium törzseknek a szaporodása, ami egy konyhánál már nem megérhetető. Most a kézmosásra volt tökéletes. Itt, és ezen dolgoztunk, és erre készültek már tervek, hogy a konyha kapna egy teljesen önálló vízvezetéket a gerincről, tehát nem a gerincen érkező vízzel volt probléma, hanem a konyhán, és egy olyan átmérőjű vízvezetéket, ami a konyhát és csak a konyhát látja el, ami indokolatlanul nem nagy, hogy az folyamatosan az ki tudjon ürülni, mert a konyha kapjon mindig egy megbízható vizet. Mert az, hogy most a gyerekek a kézmosáshoz vagy a WC-be egy régi rendszer ráadásul, ez még a 70-es évek elején még most hálózat, tehát ez is problémát jelent. De egy megfelelő felszínítéssel el lehetett érni már jó eredményeket, de tényleg én is azt javaslom vizes emberként, hogy egy önálló vezetéket a gerincről kapjon a konyha, mert az biztosítja azt, hogy mindig a szeptember indulása van a problémával, egész nyáron áll a víz, akkor, tehát most már biztosan nincs,
Értem, köszönöm szépen. Ez volt, ez okozta a problémát. Köszönöm. Jónos? Látom a beszámolóban, hogy gyakorlatilag a konyha elérte, hogy elérje a kapacitását. És hatos pontban itt igaz, hogy az iskolai ebédő bővítésünk szükségessége. Az egyre fontosabb. Erre születette már bármilyen ötlet, hogy tanulmány, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, hogy merre lehet érdemes bővíteni. Fölmerült a bölcsődek új bölcsődek bővítése vagy kialakítása, és az az épület, ahol jelenleg vannak, az fölösszabadulva. És hát azzal az épülettel gondolkozunk, és úgy tudom, hogy tervező is nézte már, hogy hogy lehetne megoldani, hogy részben az ebédőt bővíteni, részben pedig a konyhának a legkisebb helyiségeit. Tehát azt a bölcs kapcsolatban? Igen. És akkor az elegendő is? Hát elegendő nem lenne, de kihúzna minket most például a problémából. Mert most az a gond, hogy a 10 óra iztatást is csak több turnusba tudjuk megoldani, és nem biztos, hogy szerencsés, hogy két szünetbe jönnek le, nem miattunk, hanem közel kerül így a 10 óra és az ebéd ideje a gyerekek szempontjából. Az ebédben délben pedig viszont beosztás szerint jönnek az osztályok, hogy a torlódást elkerüljük, mert 80-nál több gyerek nem tud egyszerre leülni. És hát az uzsonnás osztály 170 fő, az eleve két turnusba tud elni, az ebédben viszont jóval többen van, hogy olyan 280 körül van az érkezők száma. Igen, amit eddig tőleg elmondott, én napokon tapasztalom, és tényleg emberfeletti erő feszítésbe terít, mind a pedagógusok, mind a konyhai dolgozók részéről, hogy ezt a hatalmas gyerektömeget ki tudják szolgálni. Nekem egy kérdés lehetne, hogy lehet, hogy a kiszolgált főknek a végszámát, itt ezt mindenki, jó, ugye bölcsődés, ugye az is az oldásokat ugye kiviszik, de többé semmilyen elviteles. De azok mindig külön dobozokban. Dobozban, egyszer a szántos dobozokban, igen. Tudom, hogy ugye külön otthonról hozott bármilyen tárolóedényben nem lehet kiadni. Nincs külön olyan helyiségünk, ahol kiadagolhatnánk. A főzőtérrel egyben van a tároló rész, és onnan a hatóság nem engedi, hogy idegen étholdókat bevegyünk és megtöltsünk higiénia jogokról. Nem csak így a felvetése, hogy a óvodás gyerekek, ugye a nem nagy óvodába, ugye ez innen megy ki az iskola konyhájáról, igen, az óvodába. Igen. De ezt az óvodába tudják azt, hogy melyik gyerek ilyen. Igen, csak a kettő között ez az óriási különbség, hogy addig, ameddig az iskolában honnan kiadnák, az egy főzőhelység, addig a tálalóban megint a konyhában. De ettől függetlenül lehet, hogy ott is ugyanezek a szabályok vonatkoznak rá, tehát otthon hozott ételhordóban valószínűleg nem sem. Nem, azért mondom, hogy ez így nagyon nehéz megoldás, ugye erre az a vitele. Nyilván átgondolja majd az ilyen elemzés vezető, azt mondja meg egyáltalán utána néz, hogy lehetséges az is meg. Köszönjük szépen. Van-e még valamilyen kérdés, kérés? Mielőtt akkor szavaznánk a határozott javaslatot, én megköszönöm a beszámoló elkészítését, és kérlek, tolmácsold a bizottság köszönetét munkatársaidnak is, hiszen ezek az adatok és ez a beszámoló nem jöttet volna létre, hogyha az ő munkájuk nem ebben lenne. Úgyhogy köszönjük szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy javasolja a képviselőtestület felé a határozati javaslat elfogadását. Amennyiben igen, szavazzunk. A bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a konyha beszámolóját. Köszönöm szépen! Térjünk át a következő napirendi pontunkra. Az úszoda megvalósíthatósági tanulmány terve. Polgármester, átadnám neked a szót. Ezzel kapcsolatosan arról szeretnék beszámolni, hogy kértük a Farkas építészirodát, Farkas Gábor mérnök urat, hogy szíveskedjen bemutatni az uszoda eddig elkészült terveit, mert ugye arról volt tudomásunk a kampányból, hogy látványterv van, de hogy ez igazából hogyan néz ki, azt ugye nem tudtuk, ő eljött, projektoron szépen kivetítette nekünk. Ez az uszoda jelenleg a Haraszti úton a volt magével szemközti, hát ilyen furcsa alakú, önkormányzati tulajdonú telekre van tervezve.
A úszoda létesítmény maga erre a területre ráférsz. Ellenben, ha már kültéri medencét szeretnénk megépíteni, illetőleg üzemeltetni, az csak az egyébként 10 méter magas épület mögé lenne lehetséges a hátsó részre. Sehol máshol nem tudja elhelyezni, mert akkor el kellene fordítani magát az építményt, amit meg nem tud elfordítani, mert szűk a hely. Ennek az a következménye az ő elmondása szerint, hogy olyan 11 órától ez a kültéri medence árnyékban lenne, illetőleg az épület nagy magassága miatt ugye napozni se lehetne a telek külterületi részén. Emellett problémaként emelte azt ki, hogy ugye ha itt van egy nagyobb rendezvény, de akár csak edzések, azért arra lehet számítani, hogy egy 40-60 autónak a parkolását kellene biztosítani. Ugye azt hiszem 5 vagy 6 autóparkoló kialakítására kerülne sor magán a telken, az úszoda épülete előtt, párhuzamosan a Haraszti úttal. És hát ugye ő azt mondta, hogy arra nézve volt ötletelés, vagy tárgyalásról ő nem tud, hogy esetleg a CBA-tól bérelni a mostani üres helyen parkolóhelyet, hogy ott le lehessen állni az autókkal. Összességében annyit mondott a mérnök úr, hogy mondjuk nem biztos, hogy ez a legideálisabb hely, de ezt ő ne döntse el. Éppen ezért mi azt találtuk ki a Józsival, hogy készítsünk erre egy megvalósíthatósági tanulmányt, ahol felmérik az összes létező kockázatot, mert ez, ahogy itt a mérnök úr mondta, ez egy 1 milliárd 200 milliós forintos beruházás lenne. Meg akarjuk valósítani, tehát abszolút nem akarunk ettől meghátrálni, nem akarjuk azt, hogy ez ne épüljön meg. Viszont ha már egy ilyen léptékben gondolkodunk, vagy egy ilyen léptékű beruházásról beszélünk, akkor a magam részéről feltétlenül indokoltnak tartom, hogy készüljön egy megfelelő szakember által egy hatástanulmány, hogy mikre kell itt veszélyként gondolni, mikre kell fokozottan odafigyelni. Ezért van itt ez az előterjesztés. Röviden ennyit, ha van kérdés, akkor természetesen mondom. Farkas úr, ezekre a kérdésekre nem tudom válaszolni, akár egy plusz szerződés kiegészítés. Tehát ezt a Farkas úrral szándékoztok? Nem a Farkas úrral. Láttam, hogy az ajánlatokat. Másra szándékozunk. A Farkas úr egyébként ilyenre nem vállalkozott. Annyit megígért nekünk, hogy neki van olyan műszakis kollégája, akivel nagyjából felméreti azt, hogy ennek a komplexumnak az üzemeltetési költsége, ugye a tényleges üzemeltetés oldalán víz, villany, csatorna, nem tudom, biztosítás, nem tudom én mi, mennyibe kerül azt, hogy ugye hány ember alkalmazottként, hány embernek kellene itt dolgozni, azt ő nem vállalta. De magának a komplexumnak az üzemeltetési költségén van neki olyan gépész mérnöke, akivel egy ilyen sarcolást vállalt elkészíteni. De még ő is ugye annyit hozzátévedett, ő is azt javasolt, hogy egy más emberre nézessük meg, hogy többször többet lát alapon, tehát neki is jobb az, hogyha ezeket a műszaki megvalósítósági paramétereket egy olyan csapat nézi meg friss szemmel, ahol az igényeket mi nyilvánvalóvá tettük, és ők ehhez képest megnézik a jelenlegi terveknek, illetve ennek a teleknek a fizikai adottságai, hogy az az infrastruktúrális leterheltség, ami oda be van tervezve az úszoda kapcsán, az ott hosszú távon magabiztosan üzemeltethető-e. Gyakorlatilag erre a kérdésre keressük a választ, és itt egészen a forgalom elhelyezéstől, csatorna kérdések fölmerülnek, parkolás kérdés, 10 méteres hatalmas hangár emelkedik oda a lakóházak közé, tehát sok-sok vetülete van ennek, amelyek olyan műszaki paraméterek, amelyeket mi nem tudunk megítélni,
és ebben nem kíván belemenni a farkas építési irodán, és ők is azt mondták, hogy, hogy akkor ezt vizsgáltassuk meg, és hogyha esetleg más javaslat van, az a terv, amit ők elkészítettek, az egyébként csereszabatos más területre is. De tehát egy ekkora volumenű beruházást egy olyan telekre elkezdjünk, ami korlátozottan alkalmas arra, hogy ezt biztonságosan üzemeltessük, az egy óriási kockázat. Ezt szeretnénk ezzel kivédeni előzetesen. Ez a kormány esetleg arra is kitérne, hogy a település területén máshol megvalósítani, vagy ez csak erre a területre? Nem, ez erre a területre. Ez erre a területre vonatkozik most. Hát most egyelőre nem tudunk másik olyan területet, ahova ezt meg lehetne csinálni. Az ötlet szintjén van, de ez zárküléses téma majd későbbiek során. Egyébként, bocsánat, hogyha... Igen. Józan paraszti észre gondolkodva egyébként, én azt gondolom, hogy egy közel 1,7 milliárd forintos beruházás, mondhatni, hogy a falunak közel távol a vezeték legnagyobb beruházása. Ezt ugyan nem láttam a terveket, amivel rettetesen kíváncsi lennék egyébként, de ahol ideig életem folyamán megfordultam és igénybe vettem uszodai szolgáltatásokat, legyen ez kisebb, nagyon legyen mellette esetleg a másik oldal egy sportlétesítmény, sehol nem láttam, hogy így mértékben lakóvezet közepére beépítik. Azon kívül, ha csak 34, vagy nem tudom hány parkolóhelyről beszélünk. 6 darab. A saját helyen 6 félre. Szóval nekem ez az a pillanat, ahol a gondolataim egyszerűen úgy érzik, mintha valami vicces dologról beszélnünk. Szóval egy uszodához 6 darab parkoló, elég szerencsétlen már az a szituáció is, hogy van egy orvosi rendelőnk, és éppen 2,5 autót tud megállni. Persze vannak adottságok, amiket vagy alkalmazkodom és elfogadom, de az úszoda tekintetében azt gondolom, ilyen kompromisszor nem szabad kötni, hogy csak 6 darab autó állítani. Hát ott vannak körülötte szabad terület, de van körülötte ez a CBA-s terület. De ez lehet, hogy bocsánat, lehet, hogy holnap van, lehet, hogy annak lesz egy tulajdonosa. Igen, ez egy kockázat. Nekünk nem szabad ilyen, én azt gondolom, nekünk nem szabad ilyen kockázatokat vállalni. Sőt, nekünk kell lenni mindig egy B és egy C tervnek is. Van mögötte egyébként egy komplet építési terek, akit éppenséggel ismerek. Kérdeztem, nem tervezik eladni, mert van neki vele a családjának egy elképzelése, tehát oda akarnak építkezni. Tehát jelenleg nem adja el, mert azért mi is próbáltuk azt, hogyha már így van ez a terv, akkor hát ha oda lehetne, lehet, hogy lehet, nem tudom. Ha megmondják, hogy milyen feltételekkel, akkor annak a körbejárásának neki kell állni, és meg kell próbálni ezt oda megvalósítani. Egyébként járt itt a Páncél Károly országgyűlési képviselő úr, részletesen beszéltünk vele, hogy hogy áll ez a dolog. Azt kell tudni az úszodáról, hogy mind az úszószövetség, mind pedig a sportért felelős politikai országos vezetés alsó Némedibe, most ők nem konkrétan erről a területről beszélnek, de alsó Némedibe támogatják ennek az úszodának a megépítését. Mégpedig azért, mert más település, például Dunavarsány akart volna, ott nem támogatták, mert nincsen olyan anyagi bázis a háttérben, hogy ugye ne lenne az a veszély, hogy esetleg majd megépítik ugyan, de nem fogják tudni üzemeltetni. Ugyanígy Bugyi, aztán Ócsát mondták még, ahol ugye nem is nagyon van lehetőség a anyagilag a megvalósításra. Aztán mondták Dunaharasztit, ahol felvetődött uszoda építésének a lehetősége, de ott is annyira megnőtt a lakosság, hogy most igazából a bölcsödével, iskolával, meg az óvodával, meg egyáltalán a város élhetővé tételével van elfoglalva a szalai polgármester. Úgyhogy az országgyűlési képviselőnk szerint biztos, hogy nem ez a preferencia a Dunaharasztin, hogy nekünk ugorjanak egy ilyen uszoda építésének. Magyarán szólva, Alsó-Nimedin támogatott
mind sportszakmai, mind pedig sportpolitikai szemszögből az uszoda létrehozatala. Tehát ezen rajta vagyunk mi is, de még egyszer mondom, szeretnénk a létező legjobbat kihozni ebből a dologból. Ha sikerül jobb helyet találni, ha nem sikerül, akkor itt hagyni. Tehát ha azt mondják, hogy ilyen meg olyan módon ez alkalmas, akkor nem erőlködünk tovább az ügyben. De én szeretném azt mondják, hogy legyen egy... Akkor megpróbálunk területet vásárolni hozzá, például a CBA-tól, csak hát hallottam a Szabó Kármit mondta ezt nekünk, hogy valami 250 milliót kérnek érte, de most az... Megkérdeztük a farkasépítész urat, hogy mi a véleménye, hogy abban a csarnok, ami ott van a CBA-s területen, azt mondja, hogy ez egy nagyon rossz, gyenge minőségű, általában az ilyen cégek által elfogadott technológiával készült építmény, amit ő sehogy nem tud elképzelni kötni ehhez az oszoda létesítményhez. Magyarán szólva 250 millió forintért megvesszük az elbontató területet, vagy ezt az elbontató építményt, ami még költség lesz, és akkor lesz parkoló, meg esetleg akkor tudnánk máshogy elhelyezni magát az oszodát. Tehát akkor mondjuk kapnánk egy lélegzetvételi szünetet azon a telken. Tehát akkor lenne egy kis tér, mozgástér, hogy ne az árnyékba rakjuk be a kültéri medencét például, mert ugye ez nem célszerű. Igen. Ami polgármester úr említett, én ezt a gondolatot javaslom tovább gondolítani. Tehát valóban ott a parkolás az egyik legsarkalatosabb problémája ennek a uszoda létesítménynek. És a CBR-val valóban annak így van, egy ilyen 250 millió mosolyban, és a 40 vagy 50 millió mondta, az már majdnem így van körülbelül ennek ez az ára, és abból nem is nagyon fognak, mert nem tudnak abból engedni, hogy ez egy másik történet. Azt gondolom, hogy érdemes velük leülni, tárgyalni, hogy két ok miatt is. Egyrészt, mert valóban a parkokra szükség van. Másrészt, az önkormányzat ezt meg tudná vásárolni, ezt a ingatlant ezzel a helyiséggel együtt, ami én úgy látom, hogy az uszodához valóban nem alkalmas, de üzletnek igen, és akkor elképzelhető, hogy már az önkormányzat egy reálisabb áron ki tudná adni azt az épületet üzlet céljára, hiszen most az a probléma, azért áll üresen évek óta az üzlet, mert annak óriási nagy az értéke, emiatt a könyv szerinti értéke, bocsánat, emiatt nagyon magas a bérleti díj is, hogyha az önkormányzat már egy szolidabb bérleti díjat tudna megállapítani, akkor elképzelhető, hogy ott egy üzlet, vagy akár szétbontva, akár több üzlet tudna működni, és akkor újra alsómenetnek az ellátását is tudnánk ezzel javítani, segíteni. Megoldódna a parkoló problémánk, és esetleg a CBA-val tárgyalni, hogy tudna esetleg más formában támogatást nyújtani, akár egy uzatlakózoló üzemeltetéshez, hiszen ő is egy nagy cég, tehát azért ez egy továbbgondolásra alkalmas történet. Ugye túl azon, hogy kell rajta gondolkozni, de túl azon, hogy azért 250 millióért az a 40-50 parkoló az egy erőteljes beruházás, és nem biztos, hogy értékarányos, az még egy további probléma, hogy azt a funkcionalitást, amit oda tervezünk, azt ez az épület, ami fölépít még rajta van, ez semmilyen szempontból nem támogatja. Tehát nekünk az egy, ha egy telek lenne, akkor felelne meg a legjobbat. Igen. És azért ennyi pénzt meg arra kifizetni, sajnos nem tudunk. Na most ennek a tetejébe az uszoda terveken egy 300 fős lelátó szerepel, ami azt jelenti, hogy a mai világban mondjuk 300 ember oda bejön, és plusz még játszanak, meg akármi, ha csak mondjuk egy harmada jöjjön autóval, mert összeülnek, akkor az megint 100 autó. Tehát azt kell mondjam, hogy a 250 millióért megvásárolnánk a CBA-t 40-50 darab parkolóját, még mindig csak részben kerültünk volna közelebb a megoldáshoz, de még mindig elegendő az a fajta parkoló mennyiség, ami mondjuk, és itt van a Vízisport Egyesület, tehát arra kell készülni, hogy itt lesznek szakági meccsek lesznek, edzések lesznek, tornák lesznek, ahova
akár több csapat érkezik, tehát hogy itt több száz embernek a parkolását kell megoldani, erre ez a 40-50 parkon még mindig csak korlátozottan alkalmas. Hát most már azon a területen, de lehet, hogy most már túl szaladunk ezen a témán, és szerintem erről majd... Egyszer a csatorna nem fog lefolyni, egyszer az áramot nem tudják majd biztosítani. Bocsánat, ennek ellen kell, hogy mondjak, mert jó, áramot lehet, meg azért is lehet. Csak valóban így van, hogyha az embernek van kedve havonta felhívni a csatornásokat, hogy te megint nem tudom lehúzni a történetét egy új csatornarendszeren, vagy ezért, vagy azért, vagy azért, tényleg nem fújunk bele, mert én meg ellen példát tudok mondani, de még egyszer mondom, én óriási összmességnek tartanám azt, hogy egy lakóterületen belül épülne egy uszoda parkolók nélkül. Másfél milliárd, nem áll. Köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy kicsit túlszaladtunk, de még Vilmos, nem szeretném belét folytani a szót. Csak egy rövid kérdés. Hallottam, hogy egy cserszabados lesz ez a tehetős tanulmány. Tehát akkor azt is jelenti, hogy még ha most mi nem is tudunk más ötletet elhelyezésre, akkor is tudjuk, hogy az esetlegesen vidalánadó új helynek milyen feltételeknek kellene megfelelni. Így van. Magyarul ezt egyszer kell csak megcsináltassuk. Így van. Így van. A tervet nem kell kidobnunk a kukába. A tervet egy másik telekre rá tudjuk passzintani, és ott tudjuk elhelyezni egy jobb tájolásunk, egy jobb infrastruktúrás adottságunk. Tehát az alaplogika onnan indul, hogy ezt mi a magyar telepen szeretnénk megépíteni, ahogy eddig ki. De fölmerült annak a lehetősége, hogy ez nem a legjobb hely, és itt van a pont a mondat végén, innentől szeretnék szakértőket bevonni, vizsgálják meg, hogy valóban fönnáll ez a probléma, és van olyan kritikus paraméter, ami miatt innen ezt el kell vinni. És ezt kihozza a tanulmány, akkor ennek megfelel szeretnék tovább lépni, ha nem, akkor megteszünk mindent tőlük tehetőt, hogy a legideálisabb helyeket jön ez a... Köszönjük, ez egy gyönyörű szép végszóval. Erre fókuszáljunk a határozati javaslatra. Én javaslom, hogy a képviselőtestület felé javasoljuk elfogadásra ennek a tagozatnak az elkészítését. Aki ezzel egyetért, egyhangulat a bizottság megszavazta. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a karácsonyi csomag ajánlattevő kiválasztása. Polgármester úr, szeretnél ehhez? Hát van egy részletes előterjesztés. Én tudok mondani, hogy most végre nyert a Beni. Igen. Ugye már ez, ahogy én hallottam a Bence tündétől, ez már jó volt, hogy így alakult, mert mindig csak a CBA nyert, és furcsa, hogy itt a Beni a mi falunkban egy komoly kiemelt adózunk, és sose az ő ajánlata lesz a nyertes. Úgyhogy most ők nyertek, kicsit nehézkesebb velük a számlázás, meg nem tudom én micsoda, de végső soron egy nagyon jó színvonalú csomag lett elfogadva, azok általatok, hogy ennek a csomagnak a kiválasztásában, összeállításában részt vettek. Ennél többet nem tudok elhelyezni. Nagyon segítőkész volt a cég, mert mi, amikor összejöttünk és kiválasztottuk a kettő ajánlatból ezt a csomagot, voltak kéréseink, és maximálisan támogatták, minden kérésünket teljesítettek. Hasonló ez, mint a Diannás szokott, tehát nagyon van ez arra, de nekünk pontosan sajnos nem volt raktáron, tehát valami miatt a gyártása az ő feléjük szünetel, de találtunk egy olyan átidaló megoldást, hogy nagyon hasonló, mint a Diannás cukor, alkohol a közepén, csokoládén kívül, és ezzel fogják fordulni. Igen, ez valóban így van, hogy a Magdi elmondta. A pénz, igen, a pénzkifizetést három részletbe kérték, hogy fizessük majd ki, illetve utaljuk. Sajnos már nem készült el a csomag, talán várhatóan holnap már egy része elkészült, természetesen akik vállalták, értesíteni fogom mindenkit időben, hogy el tudja vinni a csomagokat.
Nem tudom, én még nem tudom leegyeztetni, de én nagyon szívesen, hogyha még van hely, vagy valakinek segítek, mert... Igen, így érdek, az idei évben most olyan problémával küzdünk, hogy még utcáknak hiányoznak gazdái tárgyalók. Akkor én nagyon szívesen, az esélytelenek nyugalmával jelentkeznek, jó, mert most már tényleg nem ismer senki. Aki minden öreg asszonyt ismer a falon. Majd most megismerjük. Köszönöm szépen, akkor köszönöm szépen, van-e még ehhez kérdés, akkor javaslom, hogy ezt a határozati javaslatot támogassuk a képviselőtestület felé elfogadásra. Ki ezzel együttért, köszönöm egy hangra támogatott. És akkor a lemaradt 2020-as évi költségvetés koncepciónak az elfogadása, polgármester úr. Még erre térjünk rá a szóbeli tájékoztatás előtt. Jó, hát remélem, hogy mindenki el tudta azért olvasni. Amit fontosnak ítélek belőle kiemelni, az egyrészt az, hogy tartalmaz egy 5%-os fizetésemelést a önkormányzat és intézményei dolgozói javára. Úgy gondoljuk, hogy muszáj közelíteni a legversenyképesebb fizetésekhez, hogy a munkaerő problémák ne merüljenek fel a hivatalba, mert sok itt a teendő, úgyhogy ehhez képest én azt vettem észre az elmúlt egy hónapban, hogy indokolt ez az 5%-os fizetésemelés. Nem 10-et gondoltam, mert nem látjuk, hogy jövőre hogy áll majd a némedi anyagi helyzete, de azzal a kilátással vagy perspektívával mondom ezt az 5-öt, hogyha nem rosszabbodik az önkormányzat anyagi helyzete, az adóereje, akkor jövőre is szeretnénk ugyanezzel előállni a dolgozók felé. Akkor összességében 3 év leforgása alatt a tavalyi, vagy az idei évi 10%-os emelést is beszámítva, egy 20%-os béremelés lenne átemelve a dolgozóknak, ami szerintem ösztönözne mindenkit, hogy itt maradjanak. Ami még lényeges, hogy szeretnénk új álláshelyeket beállítani, ugye ez a koncepció szintjén azért megjelenik. Itt arra gondolok, hogy egy titkárnőre lenne szükség, egy középfokú műszaki végzettségű kollégára és egy pénzügyi végzettségű kollégára. Ezeket az álláshelyeket majd próbáljuk ismételten hirdetgetni, mert a műszak is már régóta meg van hirdetve, mégsem jelentkeznek rá. Nem tudom, majd ki kellene találni lehetőséget, hogy egy kicsit jobban tudjuk ösztönözni, mint ahogy az az illetménytáblázat alapján lehetséges, mert nagyon nem túl magas a díjazás. Akkor még felmerült az, hogy kerüljön be a tervezett beruházások, fejlesztések, felújítások körébe a 2020-as évre, hogy járjuk körbe napelem park létesítésének a lehetőségét. A tegnapi Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságon merült fel, ők ezzel a kiegészítéssel javasolják ezt a koncepciót elfogadni. Hát most így hirtelen, még volt egy. A kafetériát hirtem a... A kafetériát. Iskola dolgozói. Azt akkor mondd el, légy szíves, még az. Igen, szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy az önkormányzat és dolgozóinak 200 000 forint érték, bruttó értékben kafetéria jár. És az elmúlt évben kértük a pénzügyi bizottságot, illetve a képviselőtestületet, hogy azzal a gesztussal szeretnénk, hogy az iskola pedagógusainak is ezt a 200 000 forintot, bruttó 200 000 forintot szíveskedjen megszavazni és biztosítani, és ez meg is történt, amit nagyon-nagyon köszönöm, és kértem a pénzügyi vezető ült itt mellett, pénzügyi bizottság elnöke ült mellettem, illetve a polgármester úr felé kértem, hogy amennyiben mód is lehetőség van rá, a következő évben is ezt az összeget
pedagógus részére szíveskedjét biztosítani, és ígéretet kaptuk rá, hogy lehetséges. De nem kapott egyébként. A tankerületnek utalják, és ő fogja majd vissza az iskolába. Itt tudják ezt lepapírozni, úgymond. Jó, én még annyival egészítenek ki a polgármester úrnak a gondolatát a jövő éves koncepcióval kapcsolatban, hogy semmilyen tervezési feladatot, amit az előző vezetés elindult, nem állítottuk le. Tehát minden olyan folyamatban lévő tervezés az megy, és megvárjuk a végeredményét, aztán a megfelelő bizottságok előtt tárgyaljuk annak a továbbvitelét. Továbbá egy parkoló program is bekerült a koncepcióba. Van egy-két olyan neuralgikus pont a településünkön, ahol mindenféleképpen több parkolóhelyet szeretnénk kialakítani, és ennek is a megfelelő előkészítése elindult. Továbbá tegnap a Településfejlesztési Bizottság elé terjesztettük a déli kerékpárút problémáját, abból csak egy pár szó erejéig annyit mondanék, hogy ott ugye tudjátok ti is, hogy van egy elnyert pályázatunk, ami pont ennek a megvalósult kerékpárútnak a másik oldala, ami innen a Halászi Károly utca és Templom sarkától menne az ÖMB útig. Ennek a pályázatnak a műszaki kivitelezésébe van egy pár olyan neuralgikus pont, ami a lakosság számára nem teljesen biztos, hogy teljes megelégedettséggel szolgálna. Ezért abba maradtunk tegnap a Településfejlesztési Bizottságon és a Páncél Károly országgyűlési képviselővel is, hogy lakossági fórumot fogunk összehívni januárban, és az összes érintett részvételével átbeszéljük ezt a témát, és megpróbáljuk a terveket olyan szinten módosítani, hogy ez mindenkinek a leginkább megelégedésére szolgáljon, és akkor megpróbáljuk elkerülni azt a helyzetet, hogy ne kelljen támogatási összeget, elnyert támogatási összeget visszaadni, ugyanakkor azt a népharagot is el szeretnénk kerülni, ami a kerékpárunknak a másik oldalán érezhető volt itt az elmúlt hónapokban, úgyhogy ebből szeretnénk valami ilyen közös utat kihozni. Hogyha a település meg a pénzügyi bizottság ezzel fog találkozni, itt ezt azért akartam a koncepció kapcsán felhozni, hogy ha önkormányzati kérdésben titeket is megkérdeznek, akkor tudjátok, hogy a déli kerékpárunknak a másik oldalában elpillanat ez a státusz. Köszönöm szépen. Van-e még valaki gondolata, Titus? Kérdezni szeretném, nem látom a koncepcióban, vagy nem foglalkozok bele, gyalogátkelőhelyek létesítése. Én belerakhatjuk, akarnánk a Tóli utcába. Így van, arra pont arra gondoltam, hogy a Tóli nyár, tehát ott az a... Nem oda, nem, hanem az a rész, aki ezek a jellemzően több gyerekesek, fiatalok, akik itt a Tóli utcától kifele, Dunaharaszt kifele laknak, az ő gyerekeiknek az iskolába, óvodába járása, mondjuk iskolába járása, az általános iskolába, az jelenleg nem megoldott, mert nem tudnak hol áthajtani ezen a Toldi utcán, illetőleg az Árpád utcán. Ez a szülői munkaközösség részéről merült fel az iskolába igényként. Éppen ezért egy ilyen gyalogátkelő helyet tervezünk a Toldi utcán keresztbe, a Jókai, aztán az a Jókai utca, Kölcsei utcánál. Már kértem az illetékes hatóságot, hogy ma adjanak állásfoglalást, hogy ott vajon kialakítható egy ilyen gyalogátkelőhely. Ez az egy van tervben. Tehát másként még egyelőre nem tudok, hogy hol kellene létesíteni. Hát meg ugye a déli kerékpárunknál is lesz ott egy a Csermák fagyizónál, Csernák étteremnél tervezett, de amit tervezett. Ja, hát hogyha lenne a déli kerékpárút, akkor ott is van egy gyalogátkelőhely. Tehát ott is lenne egy gyalogátkelőhely. Én a gyalogátkelőhelyeknél mindig megfontolandónak tartom a Tóli utcán a Haraszti-Toldi-Nyárfa utca csomópont. Ott is, tehát ott van már egy jó kis járat, hogy Haraszti, tehát egészen a
legutolsó utcától most már a Dák Ferenc utcáig járda, tehát ott a Nagy Csengéknak a sarkán. Akár a Paraszti úttal párhuzamosan, hogy ott egy gyalogos átvezetés, nem kell az lámpás, csak egy-egy sima zebra. Nem biztos, hogy kizárja egyébként, hogy onnét 200 méter egy másik, hiszen nem olyan rendünk utal a Tordi utca, hogy oda ne lehessen még. Hát ezt nem tudom, igen. Nem tudom, hogy milyen szabályok vannak, milyen szigorú. Hát a főútra az ötösen nagyon szigorúak, ezek már azért különösen kevésbé. Illetve hát ugyanott, ugyanebben a csomópontban a Haraszti útra is, tehát amiről most beszéltem, arra nem bővésen egy járda, tehát akik a Nyárfa utca felől érkeznek, hogy a Haraszti úton biztonságosan át tudjanak kérni. Én ezt javaslom, hogy ezt ugyanúgy vizsgáljátok meg, hogy vagy szakembereknek meg is változtatni ezeknek a lehetőségeknek. Meg a koncepciós megfontolását, akkor ezt tegyünk. Miklós javaslatához tűznék be itt hozzá, hogy már csak azért is lenne ez a csomópont fontos, mert a, azt hiszem a Kiskói utca a legelső, ami Haraszti fele bal oldalon ezután van. Igen. És a Nyárfa utca között a bal oldalon ugye nincsen járda. Nincs. És ott, főleg a Haraszti felé közelebbi lakóházakból a gyerekek nem tudnak átmenni az úton gyakorlatilag sehol sem. Hát csak ott kint a Róna utcánál. Igen, csak sajnos odáig sem tudnak elmenni, mert ott a telkek nincs járda. Ugye kiérnek szinte az útig, és nincsen járda. És több ismerősöm is lakik ott, akik már ezt jelezték, hogy ez egy nagyon fontos köszönjük, ezt csatlakoznék. Nagyon sokan leszállnak az által kint jártál úton a buszról, és amikor arra laknak a Széchenyi utca annak a részén, tehát azok is végigjönnek az utcán, és ott szoktak átmenni, tehát a Nyárfa utcán közelítik meg a Diófa utca van ezeket. Tehát én is úgy gondolom, hogy meg kellene ennek a lehetőségét vizsgáltatni. Köszönöm, valamit kérdezik. Akkor amennyiben nincs, én azt javaslom a bizottságnak, hogy ezekkel a kiegészítésekkel, javaslatokkal javasoljuk elfogadásra a költségvetés koncepcióba foglaltakat a képviselőtestület felé. Ha ezzel egyetértünk, nem szavazzuk meg. Egy hangulat megszavaztunk. Köszönöm. És a szóbeli tájékoztatók következnek. Hát, nagyon szívesen. Jobbágy Dimana a karácsonyi programokról szeretne bennünket tájékoztatni, illetve ötletgazdája volt a Kiserdő kialakításának, és majd erről is szeretne tájékoztatni bennünket, illetve már mi erről beszéltünk, és értem, hogyha jönnöm a bizottság ülésre, akkor konkrét terveket is tárjon már a bizottság elé, ami egy gondolat ébresztő, és ezt még majd tovább lehet finomítani. Tényleg a szíves. Tehát akkor a karácsony és az adventi programokról szeretnék először beszámolni. December 1-e, advent első vasárnapja. Már hagyomány, hogy a Szabadság téli fehérfálnál gyertyát gyújtunk. A gyertyagyújtáshoz már minden feltétel adott, megvannak a új izzók. Remélhetőleg csütörtökön jön a darus, aki fel is teszi, és odaállítjuk fel a betlehemünket. Évekkel ezelőtt, vagy minden évben szinte felmerül az, hogy vásároljunk valami komolyabb betlehemet, ez idén sem valósult meg, de az a betlehem, amit mi saját magunk készítettünk, az elég szép, és most is az lesz felállítva. Egyébként megvizsgáltuk ezt a felvetést a Kulturális Bizottság részéről, egy ilyen gipsz, ből készült Betlehem vásárlása, ami nem egészen embermagasságú, de majdnem egy embermagasságú, csak az alapszinten, hogy a Szent József Mária meg épp egy-két báránka benne legyen, az már ilyen milliós nagyságrend, és ez csak az egyik probléma, a másik probléma, hogy az év további részében egyelőre nem megoldott ennek a tárolása. Tehát ezt azért hagytuk idén is parkolópályán, és marad a mi betlehemünk, amit most újra festettünk, cizelláltunk, nagyon szépen helyrehoztunk, hogy az fog újra oda kerülni. Az óvodások lépnek fel, cseppek, gyermek táncsoport, és a Boróka Táncegyüttes, ők adják az adventi köszöntő műsort. Ezt követően a
különböző vállalkozásaink, élelmiszerrel foglalkozó vállalkozásaink felajánlásaiból lesz egy kis agapé, a hentes kolbászt ajánlott fel, a pék kenyeret, süteményt, a betyár megsüti a kolbászt, helyi gazdák sütőtököt és minden egyéb ilyen téli finomságokat ajánlottak fel, amiket mi elkészítünk, tehát az ünnepség után ott egy ilyen agapéra hívjuk a falu népét, mindig nagyon jól szokott ez sikerülni. Ez este 6 órakor kezdődik, előtte egész nap a művelődési házban a Valagonya kör tartja az adventi koszorúkészítő, meg karácsonyi ajándékkészítő programját, ők 5-kor befejezik, és utána jövünk a Szabadságtére, forradborra is készülünk, és tejával is, úgyhogy mindenki nagyon jól fog szórakozni. Ez tehát a vasárnapi program, ezt követően a Mikulás az a szokások szerint 5-én fog érkezni, ugyanazokon az állomásokon, ahol eddig várjuk a gyerekeket. A tavalyi évben 300 gyereket ajándékoztunk meg, aki a különböző helyszíneken várt a Mikulásra. Nagyon igazi jó kis Mikulásunk lesz, Pintóval fog érkezni, és reméljük, hogy az is nagyon jól sikerül. Ezt a Mikulás várást a KNH Bank szokta eddig támogatni. Most még nem tudjuk, hogy támogatja vagy nem, de valószínűleg igen, mindig utolsó pillanatban jelentkeznek, és komoly összeggel szokták támogatni. Reméljük, hogy most is megkapjuk ezt a támogatást. December 10-én a Művődési Házban adventi tea délután lesz, ott is sok-sok-sok gyermek szokott megjelenni, most is várjuk őket, ajándékokat készítünk, ott tejáztatunk, gyerekműsor lesz, és egy ilyen közös készülődés. És a következő eseményünk az december 15-e vasárnap, akkor adventi karácsonyi melódiák hangoznak fel, egy jazzénekesnő, nagyon jó hangú, és nagyon szeretjük, már máskor is volt nálunk, a Molnár György Villadíjas harmonika művész zenekarával, karácsonyi témájú filmzenék, musicalek, közkedvel karácsonyi melódiákból tartanak koncertek, és ezzel párhuzamosan karácsonyi vásár lesz a Művődési Házba, amely a helybéli és a környékbeli kézművesek érkeznek. Mindenféle mézes kalácsos, szappanos, ékszeres, amit csak el tudtok képzelni, minden lesz. Ezzel is nagyon sokan szoktunk részt venni, várunk benneteket is, hogy gyertek el, tiszteljetek meg jelenlétetekkel. És a záró eseményünk pedig, az pedig december 21-e a szombati napon lesz, az pedig a karácsonyi kaláka, amelyen még továbbra is tart a karácsonyi vásár, úgyhogy aki még valami aprósággal szeretne kedveskedni, az is még nem vette meg, az akkor még ott megvásárolhatja. Például mézvásár is lesz ekkor. Azon pedig a községnek a különböző tehetségei lépnek fel. Megtisztel minket az összevont kórus, ilyenkor a római katolikus kórus és a református kórus egyesül és együtt énekelnek. Sok-sok gyermek lép fel, és különböző karácsonyi tartalmú versek, énekszámok, produkciók hangoznak el. Mindig nagyon-nagyon hangulatos, és mindig nagyon szépen és meghitten szoktuk együtt várni a karácsonyt. Várunk erre is benneteket szeretettel. Ezekről a programokról plakát ment ki, a Facebook oldalunkon fent van, az Alsó-Nemesi község honlapjára is küldjük, úgyhogy remélhetőleg mindenki értesült, az újságban megjelent, a programfüzetünkben megjelent, tehát reméljük, hogy minden érdekelt ezt tudja, és várunk is mindenkit szeretettel. Köszönöm. Ezek lesznek a programok, ha ezekhez esetleg hozzászólás. Van egy kérdésetek, még gondolkodtok, én nagyon köszönöm az iskolás első és második osztályosok nevében, mert ezt kifelejtettek, Kocsáról. Átjön a kis Mikulás vonat, és igen. Az első osztályosokat és a második osztályosokat férfiakkal megvonatosztatja. Igen, ez egy új dolog. Úgyhogy ez teljesen új dolog, de igen. Már izgalommal várjuk. Igen, ez hatodikán délelőtt kerül sor.
amikor átjön a kisvonat, karácsonyi, meg Mikulás dekorációval, zeneszóval, csengetyűvel, és az óvodások is, meg az iskolások is meg lesznek vonatoztatva, illetve szintén az évek során már ez hagyomány, hogy az iskolásoknak és óvodásoknak is pályázatot hirdetünk, karácsonyi élmények, mindenféle technikával, és hát reméljük, hogy most is nagyon lelkesek lesznek, és szép ajándékokat fog nyerni. És akkor gyorsan egy, nem fog sokáig tartani, hiszen ez még csak múlva. Dióriában. Igen. Tehát a Kiserdő Művészeti Díj létrehozásának gondolata azért merült fel, mert a Széchenyi István Általános Iskolában ugye évek óta az arra érdemesült tanulók megkaphatják a jó tanuló, jó sportoló érmet, ahol a kiváló, a tanulmány eredmények mellett a kiváló sportolói eredményeket jutalmazzuk, bátorítjuk és ösztönözzük. De a településünkön azok a fiatalok, akik nem sportban kiemelkedőek, hanem művészeti téren is valóban rendelkezünk nem egy, nem két olyan fiatal tehetséggel, akik túlnőttek már a falu határain, úgymond, és már komolyabb ismertségre is, és elismerésre tettek szert, azoknak a részére nincsen semmi fajta ösztönzési, motivációs lehetőségünk. Ráadásul ugye Kiserdő tanáró személye az szinte adja ezt a díjátadási lehetőséget, hiszen ő egy pedagógusa is a településnek, pedagógusa volt a településnek, és egyben művésze is a településnek. Ezért szeretnénk javasolni, hogy hozzunk létre egy olyan díjat, és én ennek megfogalmaztam a diák alapításnak a teljes szövegét, ami egyelőre még csak munkaanyag, és most nem is gondolom azt, hogy mi ebben a témában határozatot kéne, hogy hozzunk, hanem egyelőre csak kezdjünk el ezen gondolkodni, és olvassuk át ezt, amit én összeállítottam, és kérem szépen a segítségeteket, egyrészt, hogy döntsük el, hogy ennek van-e létjogosultsága, vagy miképpen kéne kiegészíteni még ezt a díjátadási okiratot. Mindenképpen jó volna pontosan Kiserdő tanáró egyéniségét, személyiségét, munkásságát és a falunk iránti elkötelezettségét értetni ezzel a díjjal, és az ő nevét ezzel tovább hagyományozni olyan fiatalok megjutalmazására, akik nem kimondottan csak képzőművészeti téren, hanem egyéb téren kimagaslót alkotnak. Akár, bocsánat, akár sport, elég sport teljesítményük kapcsán is? A sport, tehát a jutalom... ez teljesen külön hát, én most ezt kimondott a művészeti díjnak mondanám, mert ugye a jó tanuló, jó sportoló díj az az iskolában már mindenképpen kiosztásra kerül. Ez igaz, hogy csak általános iskolásokra vonatkozik, és attól följebb nem. De hát általában, ha valaki mondjuk egy élsportoló lesz, annak már általános iskolás korában is megvannak a... Ott azt már felfedezik is, akkor őt már értékeljük. Most kimondottam művészetekre, gondolunk előadó művészet, képzőművészet, zeneművészet, tehát egy komplex művészeti díjra nincs olyan, hogy tehát nem tömegekről van szó, viszont sorolni tudom sorba azokat a kimagasló fiatalokat, akik ugyan sportban nem annyira kimagaslóak, viszont a művészetek terén igen, és ezért próbáljuk ezt javasolni, hogy őket is motiváljuk ezzel a díjjal. Azt kérném, hogy olvassátok át, gondoljuk át, és januárban, vagy a következő kultúrbizottsági ülésen térjünk erre vissza. Azért mellékeltük ezt a kicsi kis edénykét is hozzá, vagy ezt a tárgyat, vagy egy objektet, amit Borika már egyszer készített más alkalomból, hogy valami ehhez hasonló lehetne ennek a díjnak a tárgyasult megnyilvánulása, tehát ezt mint tárgyat át lehetne adni, vagy valami ehhez hasonlót, erről is leírtam, hogy ez kb. Hogy nézhetne ki. Bár más is ki lehet találni. Én szerintem indokolt lenne egy pontosan a Kiserdő tanuló személye kapcsán egy ilyen művészeti díjat létrehozzunk, és ezt a Magyar Kultúra napján adott esetben, amikor arra érdemesült személyt találunk, akkor megjutalmazunk.
Köszönöm szépen a tájékoztatót, akkor mindenki azt kérlek, hogy vigye haza, gondolja át, ötletekkel gazdagítsa, illetve várjuk is ezeket az észrevételeket, és a januári testület, ugye bizottság ülésre gondoljuk át, átgondoljuk, hogy van ennek értelme. Egyáltalán létjogosultsága, akarjuk ezt, és ha úgy döntünk, akkor tovább lépünk, és majd szerintem erről már most is szavazhatnánk. Tehát én magam részéről mindenféleképpen támogatom. Igen, csak szeretnéd, hogy ez egy kicsit kidolgozottabb keretet önteni, és akkor szavaznánk erről a dologról. Ezért kaptunk két hónapot arra, hogy gondolkodjon. Az ötlet nagyon jó, foglalkozunk vele, és a kereteit fogjuk egy kicsit jobban meghatározni, csak talán ennyi. Igen, csak ez Tíz hónapunk, vagy legalábbis 9 hónapunk van arra, hogy egyáltalán átgondoljuk, hogy ki legyen az első. Arról be tudjuk nyújtani a dokumentációt. Van időnk azt megszavazni. Nem szükséges, nem biztos, hogy fogjuk is. Igen. Jó, és akkor januárban beteszünk a napirendre, és akkor megtárgyaljuk. Köszönöm szépen. És akkor még két röpke gondolat. Egyik, viszont ti is szeretnétek, de én nagyon szeretném, a következő évben is készülne programfüzet. Az emberek nagy örömmel fogadták, és már előre tudtak készülni, melyik rendezvényen szeretnének részt venni. A másik, amit még szeretnék elmondani, hogy én rettentő sok programon részt veszek, tehát amit csak tudok, mindig elmegyek, mert nagyon jónak tartom azokat a programokat, amiket te szervezel, a munkatársaiddal. És azt látom, hogy megmozgatod a kicsiket is, óvodásoknak is, lásd a mesehét, idősebbeknek is. Egy picit arra kérnének titeket, hogy egy picit fókuszáljatok, ha lehetséges, erre a fiatalabb korosztályra, hogy őnekik is minél több programot szervezzünk, mert ugye ez igényként lépett föl a részükről, és ezt megköszönjük, hogyha e felé is figyeltek. Ez egy problémás terület, szóval hiába az a probléma, hogy azok a programok, amiket mondjuk 16 és 30 év közötti nem családos, hanem még szingli fiataloknak szervezünk, azokat nehéz nem megszervezni, hanem nagyon nagy izgalmakkal várjuk, hogy egyáltalán azokra a programokra valaki eljöjjön. Hiszen Budapest az egy akkora kínálati lehetőséget kínál, hogy mondjuk egy 20 éves fiatal, ha választani kell mondjuk a Szent Iván éj rendezvényre, akkor nem Némedire jön, hanem Budapestre megy. A Budapest parkkal és a Budapest számtalan gyönyörű programjával nem tudunk versenyezni. Itt van például a Szent Iván éj, amit kimondottan ennek a korosztálynak szervezünk, hát féltünk volna még. Az az igazság. Sőt, hát elég kevesen voltunk, pedig a felépő színvonalasak voltak. Elhívtuk a Torres Tanit például, ennek idején 30-an sem voltunk. Megszerveztünk egy úgynevezett zeneklubot, mi is volt a neve, most már elfelejtettem, egy nagyon jó kis névvel. Ez egy ilyen prodigyesz, vagy valami, nem tudom, ami ilyen zeneklub volt, ahol végigvettük a egy éven keresztül 30 legjobb esetben a Beatles együttesnél, vagy a Pink Floydnál voltunk 50-en. És nagyon sok pénzt fizetünk ki ezekre a programokra, és nagyon kellemetlenül érezzük magunkat, hogy kijön a neves művész, és akkor szorongjunk csak, mert nem jönnek fel a fiatal. Igen, valóban halljuk azt nagyon sok, nincs itt semmi, és amikor valamit kínálsz, nem élnek vele, ez így igaz. Bocsánat, igyekszünk egyébként, mindig próbálkozunk, mindig valamit szerint. Annyit szeretném kérdezni, hogy van-e közöttünk valaki olyan, aki meg tudna egy picit állítani az időt, mert mindjárt 5 óra, és lenne egyébként erről a fiatalok kulturális bevonzásáról beszélni, ez egy kimerítetetlen téma, és tényleg nagyon színvonalas programok vannak, amik
nincsenek jelen. Egyébként gyorsan csak, én nagyon örülök, hogy az önkormányzat döntött abban, vagy megszavaztuk, hogy az alkalmazottak, önkormányzati dolgozók kapnak fizetést, hogy megpróbáljátok megbecsülni azok, akik segítik a falu munkáját. Annak még jobban örülök, hogy így tekintetben... Támadás van, gyerekek! Hogy támadás van. A pedagógusok is részt vesznek ebben, és annak is nagyon örülök, sziasztok, annak is nagyon örülök, hogy ez a betlehemi játék, amit elkészítünk, azt nem költjük el egy X figurára, hanem a gyerekek maguk készítik el, ők is adják elő, nagyobbak, kisebbek részt vesznek rajta, és ha éppen úgy alakul, hogy a KNTH nem támogatja ezt a kis történetet, akkor lehet, hogy inkább azt az összeget valami ilyesmire kéne, hogy egy pici kis az a probléma, hogy 15 éves korban eltűnnek a gyerekek, és legközelebb 30 éves korban bukkannak fel a fél éves kisgyermekükkel az enebölcsön. Ez a baj. Ott kéne azt a búvópatakot megfogni, igyekszünk el. Köszönöm szépen mindenkinek az aktív közleműködést, és a nyílt ülést lezárom. Köszönöm a munkát!